Befejezte a Jobb lázadása című film digitális felújítását a Filmarchívum. Az új kópiát átadta a közmédiának. A premier ma lesz a holokauszt magyar áldozatainak emléknapján. Kabai Barna filmjét 36 éve forgatták, de a képkockák azóta romlottak, ezért kellett restaurálni. A munkában 30-an vettek részt. A film a keresztény és a zsidó emberek közti kapcsolatokat ecseteli. A legjobb állapotú anyagokról dolgoztunk, tehát a filmnek az eredeti felvételi képnegatívjáról, és az eredeti mágnes hangszalagról, aminek azért van jelentősége, mert egy fényhang negatív az a laborálás miatt sok sérüléssel bír, míg ezt az eredeti mágnes hangot, ezt miután elkészült róla a fényhang negatív, azután elteszik.